Közeledik a rajt, az alacsonyabb osztályú bajnokságokban így sorra játsszák a felkészülési meccseket a csapatok. Az időjárás miatt csak a műfűves pályák jöhetnek szóba, így az elmúlt hétvégén is nagy üzem volt azokban a sportcentrumokban, ahol futballra alkalmas volt a játéktér. Örökösföldön is több meccset játszottak, vasárnap reggel a Spari 2 Bozsik Akadémia U19-es vegyes csapat fogadta a kemecsét. A megyei első osztály listavezetőjének edzője számára nem szokatlan, hogy folyamatosan változik a rendelkezésére álló játékos keret. Most ha azt mondom, hogy sajnos kevesen vagyunk, akkor nem mondok teljesen igazat, mert örülünk annak, hogy több fiatal játékosunk ugye felkerült az első csapat keretébe, még hogyha nem is lesznek úgy gondolom tavasszal stabil emberek, de Törökország az edzőtáborba is elvittek több játékos, tehát ilyen szempontból öröm ez számunkra, a másik oldalt szakmailag egy kicsit nehezen, mert 7-8 emberrel, illetve hát a utánpótlásból ugye a lengyelről ég szoktak feladni egy pár fiatalt, hogy legalább ilyen 10-12-en tudjunk edzeni, úgyhogy hát a mai mérkőzés is úgy néz ki, az első csapatnál vannak sérültek, betegek, aztán így sikerült összehoznunk úgy, hogy a IFA-ból hoztunk fel 5 fiatal játékost. Mint a szakember elmondta, mindent megtesznek azért, hogy a fiatalokat felkészítsék a magasabb osztály által támasztott követelményekre. Emellett figyelnek az eredményességre is, a jó őszi szereplése támaszkodva most már megcélozzák a bajnoki címet. Senki nem gondolta a nyáron, ugye, hogy ilyen jól fogunk szerepelni, ugye 18-19 éves srácok, sőt 2-3-17 éves játékosunk is van, aki már játszott a megyei első osztályba. Hát igen, ez egy nagy átmenet, nem könnyű egyből a megyei, illetve az IFI bajnokságból a MB2-be bekerülni. Nem akarok elé menni dolgoknak, a fejlődésük szempontjából fontos lenne, ugye, mert eddig ugye az volt a jellemző, hogy kölcsönadták a játékosokat Tiszaújváros, Tája, meg hagyd nem mondjam az MB3-as csapatok. És hát most egy olyan lehetőség előtt állunk, terhet nem teszünk a játékosoknak a vállára, de úgy gondolom, hogy hosszú távon nagyon nagy lehetőség lenne a fiataljainknak, hogyha ne agyisten sikerülne megnyerni a bajnokságot, és az osztályzón is jól szerepelni, és mondjuk MB3-asok lennénk, akkor nem lenne akkora ugrás a IFI bajnokság és a MB2 között, mert azért az MB3 az már egy színvonalas bajnokság. A Kemecse elleni mérkőzést végül 5-1-re nyerte a Spari 2. A nyíregyháziak pénteken a Borsod megyei első osztályban második helyen álló Gesztrét fogadják, a tavaszi rajton pedig február 19-én Nagyeseden lép pályára Huszár Géza együttese.